Hölgyeim és Uraim, tisztelt bíró kollégák! Amikor a mai ünnepi alkalomra készültem, akkor áttekintettem a ítélőtáblák közel 150 éves történelmét, és megállapítható, hogy meglehetősen hányattatott sorsú intézményről van szó, a Magyar Bírósági Szervezet egyik hányattatott sorsú intézményéről van szó, és képmutatás lenne a részemről, ha nem tenném hozzá, hogy ez az utolsó 15 évre is igaz. Hiszen országgyűlési képviselőként megadatott nekem, hogy egyszer ellene szavaztam az ítélőtáblák létrehozásának, majd 2011-ben mellette szavaztam az ítélőtáblák megerősítésének. Mégis úgy gondolom, hogy nincs ellentmondásban ez a két döntés. Azért nincs ellentmondásban, mert az elmúlt 10 év az ítélőtáblák történetéből és különösen a szegedi ítélőtábla történetéből megerősítette az ítélőtáblák helyét a bírósági szervezet rendszerben. Az ítélőtáblák helye léte ma már nem vitás a bírósági szervezet rendszerben. Visszaemlékezve a 2011-es új bírósági szervezeti törvény megalkotása előtti vitákra, inkább a vita tárgya az volt, hogy kapjon-e igazgatási szerepet az ítélőtábla, illetve hogy milyen hatásköri illetékességi szabályok vonatkozzanak az ítélőtáblákra, de az ítélőtáblák helye, ahogyan mondtam, ma már egyértelmű a bírósági szervezetrendszerben. És ez nem lenne így, ha a törvényhozást és nem utolsósorban a bíró kollégákat nem győzte volna meg az elmúlt 10 éves tevékenység, mert természetesen balgaság lenne azt hinni, hogy a törvényhozók nem hallgatnak a szakmai véleményekre, mint olyan néha előfordul persze, hogy mellőzik ezeket, de higgyék el, hogy az ítélőtáblákkal kapcsolatban a szakmából jövő vélemények legalább két irányba mutattak, akár az egyik, akár a másik álláspontot alá lehetett volna támasztani a szakmai véleményekkel. De ha már a bírósági szervezeti törvény megszilárdította az ítélőtáblákat, akkor nekünk most az a dolgunk, hogy a bírósági szervezeti rendszerben az ítélőtáblákat olyan feladatokkal lássuk el, hogy az valóban szolgálja a ügyek észszerű időn belül való intézését, tehát egy olyan alkotmányos jogot, alapjogot szolgáljon, amelyre az ítélőtábla alkalmas, mármint hogy ezt a feladatot szolgálja. Sokszor teszik fel még most is azt a kérdést, amikor külföldön járunk, hogy nem luxus-e egy 10 milliós országnak négyszintű bírósági szervezetet fenntartani, sőt, ha még ezt hozzátesszük a Pacolai elnök úr által ismertetett alkotmányjogi panaszt is, amely semmiképpen sem tekintető rendes jogorvoslatnak, de hogy egy példát mondjak, mondjuk az úgynevezett a köznyelvben csak tényleges életfogytiglannak nevezett büntetések kiszabása esetén ad abszurdum elképzelhető, hogy az alkotmánybíróságon ér véget majd egy ilyen eljárás, azaz a négy szín mellé még az alkotmánybírósági panaszt is nyugodtan hozzászámolhatjuk. Én úgy gondolom, hogy ez nem gyengesége a magyar igazságszolgáltatásnak, hanem erőssége. Nem túlzás azt állítani, hogy a jogorvoslat szempontjából a magyar jogállam egy szuper jogállamnak tekinthető. Nincs még egy ilyen ország, ahol egy büntető ügyben, nézzünk egy olyan büntető ügyet, ahol ad abszurdum ugye három szinten döntenek, ebben az ügyben akár még a kúria felülvizsgálata és még az alkotmánybíróság felülvizsgálata is szerepet játszhat. Összefoglalva, tehát az ítélőtáblák megtalálták a helyüket a modernkori bírósági szervezeti rendszerben, és ezen az úton jelent valóban előrelépést az elnök úr által ismertetett új illetékességi szabály, amely most már minden egyes ítélőtáblának 4-4 törvényszék illetékességi területét rendeli ítélőtábla illetékességi területként. A szegedi ítélőtábla valóban Csongrád megye, Jász-Nagykun, Szolnok megye, Bács-Kiskun megye és Békés megye illetékességi területére, törvényszék illetékességi területére terjed ki. Azt hiszem, hogy ezek a lépések elsősorban az igazságszolgáltatáshoz forduló állampolgárok érdekeit szolgálják, hiszen mi mást is szolgálna, mint hogy az ő ügyeiket időben tudja elintézni a magyar bírói szervezet. A magyar bírósági szervezet ma már biztosan nem szorul olyan rendkívüli segítségekre, amely még három évvel ezelőtt felmerülhetett, és valóban a bírósági ügyek áthelyezésének a megszüntetésével egyébként
törvényváltozással, a törvényes bíró más illetékességi területen való kijelölésével megoldhatóak ezek a időszerűségi problémák. Amit még ezen az ünnepi pillanatban szeretnék elmondani, hogy a kormány úgy tekint a igazságszolgáltatás szervezet rendszerére, legyen az bármelyik szintje is az bírósági szervezetnek, hogy a kormány egy tőle független hatalmi ágként, de állami szervezetként, az adófizető pénzéből fenntartott szervezetként tekint a bírósági szervezetre, és nem dolga a kormánynak számon kérni, de az országgyűlésnek természetesen dolga lehet, hogy az adófizető pénzével felállított állami intézmények hatékonyan működjenek, és az adófizetők érdekében hatékonyan tevékenykedjenek. Ehhez minden törvényes eszközt meg fog ragadni az országgyűlés és a kormány is, hogy a bírósági szervezet hatékonyságát növelje. Azt hiszem egyébként, hogy ez egybeesik a bírósági szervezet jelenlegi vezetőinek szándékaival. Én egyetlen egy bírósági szinten, bírósági szervezetben sem tapasztaltam azt, hogy ellenállnának, vagy ellenérdekűek lennének egy ilyen hatékonyság növelő programmal szemben. Az viszont igaz, hogy más állami szervezetek és különösen a végrehajtó hatalommal szemben a bírói tevékenységben nem a hatékonyság az egyetlen fokmérő. Más állami szervezetekhez képest itt a függetlenséget és a hatékonyságot egyszerre kell elérni, és ez ami egyébként ennek a feladatnak a nehézségét adja, a bírói függetlenséget tiszteletben tartva, de a hatékonyságot fokozza a bírói szervezet. Úgy látom, hogy az ítélőtáblák vezetői és a bírósági szervezet vezetői ismerik és tudják ezt a dilemmát, és pontosan tudják, hogy hogyan lehet házon belül, szervezeten belül a hatékonyságot úgy növelni, hogy az ne legyen a függetlenség rovására, ne történjen a függetlenség rovásával, ne úgy történjen. Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívott erre az eseményre, és ahogyan mondtam, az az ambivalens érzés, amely törvényhozóként egyszer már megkísértett az ítélőtáblákkal kapcsolatban, az mára elmúlt, és ez nem utolsó sorban az ítélőtáblák kiváló teljesítménynek tudható be. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.